Na hol vagyunk megint? Hát igen, elkészült. Azt mondom, hogy használható most inkább a csónak, a kis csónak. Az, hogy elkészült, az még nem igaz, mert még a zenét, meg világítás, meg ilyeneket még most fogjuk beleszerelni, meg van még rajta mit csinálni, de már ettől függetlenül lehet rajta horgászni. Ma volt az első nap, tegnap vízre raktuk, hozzamosan nehéz volt. Egy jetski, meg 40 ember szenvedett vele, de a végeredmény az az. Sikerült. És mutatok nektek egy kis szépséget. Eljöttek a Midaláig is, ott hancúroznak elő. Babzsák, legkényelmesebb. Úgyhogy nagy az öröm, kérem szépen. Ezt a hajót teljesen rendbe rakom. Hát képzeljétek el, hogy szinte minden cserélni kell. Hangszórók, skatkötettel sót víz. Ugye egyszer volt egy parton egy ilyen helyzet, mikor elég sok víz belejött. Akkor a hangfalakba is belement, és beálltak szó szerint. Vezetékeket kicseréljük még egyszer. Még nincs benne, még nincs beszerelve a hardar meg ilyenek, de hát most már a test az így használható, le van kívülről festve. Belülről még festeni fogjuk. Megletek erősítve a puvárpalasztartók, úgyhogy körülbelül ez van. Az Ilonával kapcsolatban pedig megrendeltük hozzá az új motort. Kb. Egy vagyonért, többe kerül egy egyszerű motor, nem magyarázzatok el nekem, hogy miért, mint hogyha vennék egy autót. Egy egyszerű 35 lóerős Yanmar motor kerül beszerelésre. Már most a szállításról beszélgetünk, viszont hónap után megérkezik a markoló gépünk, ami az azért nagyon-nagyon jó lesz, legalábbis a resortba. Könnyebb lett volna hajót is vízre rakni, nem kellett volna ennyi emberrel. Na, volt egy kattanás. Milyen csalikkal próbálkozok? 2 darab mélyen úszó, 6-9 méteren úszik. Sima rapala, X-rap. És egy darab ilyen... Hát meg is tudom én ezt nektek mutatni. Hát meg. Hoppa. Van egy darab ilyenembe, berakva. Egy darab ilyen kicsávó. Ez így csanázik a vízbe. Meg hamarosan bevetjük a tene gyereket. Akkor a orgok vannak, hogy ez is érzékelhető. És ilyen is lesz nem sokára bent. Hát folyamatosan cserélgetjük, aztán majd meglátjuk, hogy mi az, ami beválik, és akkor már egy könnyebb lesz onnantól kezdve a horgászat. Mi most elkezdjük felfedezni közben csónakokat, szépen utolsó simításokat megcsináljuk rajta, amit kell. Úgyhogy mire jönnek a kedves vendégeim, azaz ti, akkor már két nagyobb tapasztalattal fogunk rendelkezni.